és várj a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket itt a templomban, és azokat is, akik a videó felvételen kapcsolódnak be mostani alkalmunkba. A 23. Zsoltár 6. verse így szól hozzánk a mai vasárnapunkon. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ez az ige számomra kifejezi az Istenhez való szoros és állandó jellegű kötődést. Egy olyan köteléket, amelyet nem választanak el a rossz idők, nem választanak el a nehézségek, nem választ el még a mi hűtlenségünk sem, legalábbis az Isten felől semmiképpen sem, mert az ő jósága és az ő szeretete kísér bennünket egész életünkben. Még akkor is, ha mi talán nem veszünk róla tudomást, vagy szeretnénk erről lemondani, vagy ettől függetlenedni, de olyan jó, hogy az Isten nem hagy magunkra, sosem kerül halló vagy látó távolságon kívül tőlünk, hanem kísér bennünket életünk útján. Jó ezt átélni, amikor örömökben vagyunk, és biztató megtapasztalni ezt, amikor szomorúságban, nehézségbe kerülünk. Fontos ezt ma felidézni, hiszen ma is meggyújtottuk a megemlékezés gyertyáit oltárunkon, amikor is családjával, együtt szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében emlékezünk meg elhunyt testvéreinkről. 30 évvel ezelőtt elhunyt Sulák Istvánról, és egy éve elhunyt özvegyéről Sulák Istvánné, Ida néniről. Jézus azt mondja János 14:27-ben, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Jézusnak ezt a békességét és vigasztalását kívánom az emlékezőknek, előrement testvéreinkről az igehirdetés utáni imádságban fogunk megemlékezni. Szintén szomorú szívvel hirdetem a templomunkra, a héten kikerült a fekete zászló, ezen a héten elhunyt Markovics Imre testvérünk, az ő temetése majd csütörtökön lesz, délután 3 órakor. Ide is hívom a testvéreket, vegyünk részt jelenlétünkkel, énekléssel, majd a temetési szertartáson. Isten őrizze és vigasztalja a gyászoló családot. Jövő vasárnap pedig a megszokott rendben 9 órai kezdettel lesz Isten tiszteletünk. Szeretnénk megköszönni ezen a héten is a videós, a takarítói, az egyházfi és a zenei szolgálatot. Hirdetem még adományainkat. Múlt vasárnap a keresztelők kapcsán 20 és 20 ezer forint érkezett keresztelői családoktól. Múlt vasárnap a persejpénzünk 50.800 forint volt, illetve az emlékező családtól 30.000 forint érkezett adományként. Isten áldja meg az adakozókat, és adja meg az adományok bölcs felhasználását is. A folytatásban a 93-os számú énekünket énekeljük, Hadd áldlak teljes szívből.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, az Úrban mai vasárnapon megterítettük az Úr Szent asztalát, úrvacsora vételt is ünnepelhetünk a mai napon. Éppen ezért az Úr asztalához készülve vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az apostol pedig így tanít. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Viszont ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten. Megbocsátja vétkeinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljünk a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekszel-e Isten akarata szerint élni? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsátta megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk együtt Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. Bízzatok testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy bennünket Istenhez vezessen. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából hirdetem megvallott bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek mennyen és földön az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével. Ámen. Foglaljunk helyet. Zsoltáros így tesz bizonyságot. A te hűségedben bízom, Istenem, szívem őrül segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy Istenem, igédben reménykedem. Támogass ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Szemem eped, hogy meglássa segítséged. Taníts engem rendelkezéseidre. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mint azokon szoktál, akik szeretik nevedet. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül segítségednek. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hála neked azért, hogy mai nappal is megajándékoztál bennünket, és megadtad az erőt, hogy eljöhessünk a te házadba. Köszönjük a gyülekezet közösségét is, hogy együtt dicsérhetünk téged, és közösen hívhatjuk segítségül szent nevedet. Urunk, hála neked azért is, hogy elküldted a te szent fiadat, Jézust, hogy hozzád vezessen bennünket,
hogy odafigyelhessünk még jobban a te figyelmeztető, életet adó szavadra és kegyelmedre. Adunk, hogy igéd lehessen mindennapi táplálékunk, mindennapi lelki kenyér a mi számunkra. Urunk, légy áldott azért, hogy mindent megelőző szeretetedet megismerve biztosak lehetünk abban, hogy nálad teljes és örök élet vár bennünket. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt igéinket. Először az evangéliumból, Lukács evangélium a 16. részéből, a 19-estől a 31-es versig a következőképpen. A gazdag és a Lázár. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki csak ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel teli, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebeléje. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötődsz. Ezen felül meg köztünk és köztetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta: nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. És hallgassuk meg a levélbeli igét is, János első levele, 4. rész, 16. versétől. Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, mellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Urunk beszédét, magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet és készüljünk az ige hirdetése a 380-as számú énekünkkel. Uram Jézus, drága kincsem! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, volt-e már velünk olyan különleges helyzet, különleges eset, hogy valakin múlott az életünk? Hogyha nincs ott az a személy abban a helyzetben, vagy nem teszi a dolgát azzal a szakértelemmel, vagy épp azzal az időzítéssel, mint ahogy tette, akkor mi már nem lennénk itt. Volt esetleg velünk ilyen helyzet, amikor valakitől ilyen szempontból így függött az életünk? Én személyesen nem emlékszem ilyenre, de szüleim elmondták, hogy amikor ugye világra jöttem, úgy elsőre nem sírtam föl. És kellett ott a, nem tudom, szülész, orvos, aki ott volt, hogy úgy megütögessen, meg paskolgasson, hogy aztán felsírjak és beinduljon ugye a légzés.
És ez is egy olyan helyzet, hogy ha nincs ott az orvos, vagy az a szülész, akkor lehet, hogy ma valaki más hirdetné itt az igét. Nem tudom, de ott volt, és megtette azt a dolgát, és így Isten megmenthetett engem is. És talán nekünk is volt ilyen helyzetünk, felidézhetünk ilyet, hogy valakitől így függött az életem, és rajta múlott, hogy megmenekültem. És keresztényként, hívő emberként pedig átélhetjük, hogy lelki értelemben meg az Istentől függ az életünk. Sőt, lehetnek egy-egy olyan helyzet, amikor nem is csak lelki értelemben, de amikor az ő csodája, az ő közbeavatkozása vagy gondoskodása az, ami kimentett egy helyzetből, vagy éppen egy hosszabb időszakon, egy nehéz időszakon átvitt, és így tudtam abból megmenekülni. Hogy Isten velem volt, hogy nem hagyott el, hogy hordozott. Hát mai igénk is egy ilyesmi állapotot mutat be, és az Istentől való függés, a hozzávaló kötődésnek az üzenetét láthatjuk meg benne. Helyünkön maradva hallgassuk meg, kövessük azt az Ószövetség igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra kijelölt számunkra Mózes 5. könyvéből, a 6. részből, a 4-estől a 9-es versekig. Hadd meg, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Úrat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételkesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról. Akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfájra és kapuidra. Ámen. Szeretett testvéreim, ugye az Ószövetségből szól hozzánk ez az ige, mégpedig ugye a pusztai vándorlás, Izrael népének pusztai vándorlása végén. 40 év telt el ezzel a pusztai vándorlással az ő életükben, és ezek alatt, az évtizedek alatt nagyon markánsan átélték azt, hogy mennyire közvetlenül Istentől függ az ő életük. Ugye az egész kezdődött az Egyiptomból való szabadulással, amikor ugye a 10 csapást követően a fáraó nagy nehezen végre elengedte Izraelnek a népét, hogy akkor menjenek ki a pusztába Mózes vezetésével, de aztán, amikor ugye elindultak, észbe kapott, hogy elengedte a sok ingyen munkását, és utánuk küldte a hadsereget. És akkor ott állta Izrael népe magát a két veszély között. Egyik oldalra jött az egyiptomi hadsereg, másik oldalon ott volt a Vörös-tenger a maga áthatolhatatlanságával, és ugye tudjuk, Isten végül is közbe avatkozott, megmentette őket, ketté választotta a nagy vizet, ők száraz lábbal mehettek át a Vörös-tengernek a medrében, és a őket üldöző egyiptomi seregre meg ráborult az a nagy víztömeg. Tehát már itt kezdődött az ő megmenekülésük Isten keze nyomán. Aztán pedig kinn a pusztában zarándokolva, pedig Isten naponta ellátta őket mannával, ezzel a mennyei kenyérrel, liszttel, ami táplálta őket, mindig nyújtott nekik vízellátást, ivóvízellátást is, ugye voltak ezek az esetek, amikor fürjeket küldött az Isten, hogy amikor húsra vágyott a nép. Tehát folyamatosan gondoskodott róluk, ellátta őket. Sőt, még arról is olvasunk, hogy a 40 évnyi vándorlás alatt, hogy a ruhájuk sem kopott el, nem szakadt le róluk, még ilyen szempontból is gondoskodott róluk Isten. Tehát ez a pusztai vándorlás, ez egy nagyon nagy lecke volt Izrael számára arról, hogy átéljék, Isten valóságos módon gondoskodik róluk, életük tőle függ, de ez nem egy bizonytalan függőség, hanem biztos helyük lehet az Istennél. És így jutunk el Mózes 5. könyvéhez, ehhez a részhez, amit fel is olvastam, amikor már készülnek Izrael népe a kánaáni honfoglalásra, hogy letelepedjenek, ahol majd nagyon megváltozik az életkörülményeik, megváltoznak az életkörülményeik, ahol már letelepednek, megművelik a földet,
könnyebben elérhető lesz a mindennapi betevőjük. De hogy ekkor se felejtsék el, még hogyha az étel szempontjából nem is függnek annyira napi szinten Istentől, mint ahogy a pusztában, de ne felejtsék el, hogy bizony tőle van minden jó. Ő gondoskodik róluk. Nem csak a mindennapi kenyérben, nem csak a testi gondoskodásban, hanem minden egyébben. És így jöhetünk mi is ezek alapján az Istenhez, mert ugye Mózes itt arról beszél, hogy egy mély szeretet kapcsolat az, amely kialakulhat az Úrral. A mindennapi kenyér és gondoskodások mellett egy szoros lelki kapcsolat, amely megtarthat minden időben az Istennel, amely átformál, amely egyre inkább Jézushoz hasonlóvá tesz bennünket is. Egy ilyen erős köteléke, kötődése hív bennünket is ez az ige. És hogy ezt hogyan is élhetjük meg, hogyan is tapasztalhatjuk meg, ahhoz egy jó modellt ad a pszichológiának az egyik tanulmánya, amely a kötődési elméletről beszél. Ugye a kötődési elmélet azokat a lépéseket mutatja meg, hogy egymással a szeretetteljes kapcsolatainkban hogyan tudunk még mélyebben kapcsolódni a másikhoz. De ugyanez igaz az Istennel való kapcsolatunkban is, hiszen ő is egy személy. Ő is egy létező, érző, gondolkodó személy, és pontosan ezek a lépések az Istennel való kapcsolatunkban is ugyanúgy megjelenhetnek, és táplálhatják, gazdagíthatják Istennel való kapcsolatunkat. Így nézzük meg az első pontot, elérhetőség. Halld meg Izrael az Úr, ami Istenünk. Ugye ebben a kapcsolódásban, kötődésben az első feltétel az, hogy vajon elérhetőek vagyunk-e Isten számára. Elérhetőek vagyunk-e? Ugye egy példa erre, hogy mobiltelefonok korában, ugye úton útfélen fel tudjuk egymást hívni, de van olyan eset, talán egyre ritkább, de van olyan eset, amikor azt halljuk, hogy hát nem csörök ki a másik készülék, hanem nem elérhető a másik, egy gépi hang bemondja, hogy a hívott szám jelenleg nem kapcsolható, és nem tudjuk elérni. Ez ugye olyankor esik meg, amikor a másiknak a telefonja mondjuk nincs a hálózatra fölkapcsolódva. Nincs a hálózaton, nem elérhető, nem ér el a másik félhez a mi hívásunk. És jó kérdés az, most ugye már lelkiekbe átfordítva ezt a hasonlatot, hogy mi vajon van olyan, hogy leszoktunk mi is kapcsolódni az isteni hálózattól, a mennyei hálózattól? Van olyan, amikor minket sem ér el az Istennek a hívása? Mert mondjuk nem akarjuk, hogy elérjen bennünket. Talán belefeledkezünk a feladatainkba, a munkánkba, a mindennapi tennivalókba, és az Istenről valahogy így lecsatlakozunk. Vagy talán a fájdalmunk, szomorúságunk, gyászunk lesz újra rajtunk, ami elvág az Istentől való kapcsolattól. Vagy talán érdektelenné válunk az Isten iránt, mert valami más köti le a figyelmünket. Meg annyi oka lehet, hogy mi az, ami elérhetetlenné tehet minket az Istennel szemben. De lehetséges ez. És éppen ezért hív mai igénk is arra, hogy maradjunk elérhetőek. Halld meg, Izrael, mit akar mondani Isten? Halld meg, Izrael, hogy az Úr a mi Istenünk. Jó kérdés, hogy vajon kicsöng-e a készülékünk, ami lelki, szellemi készülékünk, amikor Úrunk éppen bennünket tárcsáz, amikor éppen bennünket akar megszólítani, velünk akar beszélni. Vajon mi ott vagyunk-e halló távolságon belül az Isten közelébe? Olyan érdekes, hogy ugye egy-egy hétköznapon annyiféle információnak hagyjuk, hogy elérjen bennünket, hogy lekösse a figyelmünket. Elég csak a telefonra, az internetre ránézni, a televíziót bekapcsolni, és már dől a sok információ, tudnivaló, van, ami hasznos, van, ami csak haszontalan, de meg annyi információ és hatás elér bennünket egy-egy nap.
De vajon az Úrunk hívása, Istennek a hívása, megkeresése elérhet-e bennünket? És ez lényeges kérdés azért is, mert Istennek nagyon fontos üzenete van. Ahogy Mózes is itt mondja a mai igénkben, hogy mit is halljon meg Izrael. Hát azt, hogy az Úr a mi Istenünk. Az Úr a mi Istenünk. Ezzel a kijelentéssel pedig a népnek a hitvallását szeretné megerősíteni, hogy legyünk és maradjunk tisztába az alapokkal, hogy ki is a mi Istenünk. A Biblia Istene, ennek a világnak a teremtője, a mindenható, ő a mi Istenünk. Keresztényként pedig vallhatjuk ezt, hogy Krisztus követői vagyunk. Azaz minden dologban szeretnénk még inkább Krisztusra hasonlítani. Szavainkban, tetteinkben, gondolkodásunkban is. Megváltunkat szeretnénk visszatükrözni a magunk esendő módján, de ez egy életcél, egy folyamatos életcél. Ugye alapvetőnek tűnik ez, Krisztus követői vagyunk, igen, de mégis olyan könnyen eltérünk tőle. Éppen ezért hív újból ezzel az üzenettel ma Úrunk, hogy én vagyok a te Istened, és nem más. Ne feledd, hogy Jézusban megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Kihívtalak ennek a világból a ennek a világnak a gondolkodásmódjából, az értékrendjéből, új szívet adtam neked, meg van még. Vigyázol még rá. Én vagyok a te Istened. Maradjunk tehát elérhetőek az Úr számára, ez az első üzenet. A második, ami ezt követi, az a válaszkészség. Ugye az egymáshoz való kötődésnek is, de az Istenhez való kötődésnek is lehet ez egy következő lépcsője, ez a válaszkészség. Mert jó dolog az, hogyha valaki beszélhet hozzánk, hogyha halló távolságon belül vagyunk, hogyha elérhetőek vagyunk a másik számára, de vajon tudunk-e válaszolni is? Itt is ugye akár a telefonnak a példája van úgy, hogy valakit sikerül fölhívni, és akkor mondjuk, de őt meg nem halljuk, hogy mit válaszol. Valami mondjuk technikai gond miatt. És milyen rossz az, amikor mondom, de a másik nem válaszol. És nyilván itt nem csak ilyen igen-nem válaszokra van gondolhatunk, mint amikor a gyerek hazajön az iskolából. Mi volt az iskolában? Semmi. Hát az is egy válasz, de érezzük, hogy igazából sok mindent nem tudtunk meg belőle. Itt a válaszkészségnél egy ilyen ráhangolódásról van szó, egy elmélyült ráhangolódásról, amikor fontos nekem az, hogy mit mond a másik, milyen üzenettel talál meg, odafigyelek rá, és érdemi választ adok. Részt veszek a párbeszédben. És igénk is arról szól, hogyha eljutott hozzánk az Istennek az üzenete, hogy ő a mi Istenünk, akkor ezt ne hagyjuk válasz nélkül. Mert milyen gyakran megtörténik az, hogy akár egy istentiszteleten, egy igei alkalmon, olyan egyoldalúan meghallgatjuk az igét, a prédikációt, de magunkban azt válasz nélkül hagyjuk. Hogy egy imádságban nem üljünk utána Isten elé, vagy nem szűrjük át magunkon az igének az üzenetét, csak úgy elengedjük, válasz nélkül hagyva. Vagy éppen a reggeli csendességünkben elolvassuk az Istennek az igéjét, de utána már a következő feladatra lépünk át, és már talán el is felejtjük 10 óra dél körül, hogy mit is olvastam az igében. Válasz nélkül hagyjuk sok esetben az Isten megkeresését, üzenetét. Pedig Isten igéje mindig válaszra vár. Jézus is mindig így szólított meg különböző embereket az evangéliumokban. Ugye múlt héten Nikodémus és Jézusnak a találkozása volt az igehirdetési alapige, arról beszéltünk, és ugye ott is, ahogy Jézus kijelenti neki, hogy újjá kell születnetek, és neki is, hogy újjá kell születned. És ez is válaszra vár, akár szóban, akár engedelmességben, tettekben, hogy újjá kell születned, és most mit lépsz? Ezzel mit kezdesz ezzel az információval? Lehet ennek engedelmeskedni, vagy nem? És az az érdekes, hogy ugye az, ha nem válaszolok Jézusnak, az is egy válasz, az is egy nemleges válasz ebben az esetben.
Vagy éppen egy másik helyzet, egy másik evangéliumi történet, amikor húsvét után a feltámadt Jézus Péterrel beszélget, ugye korábban ő háromszor megtagadta, és Jézus háromszor megkérdezi tőle, szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? Hát ez tényleg egy nyílegyenes kérdés, ezelől nincsen kibúvó, nem lehet mismásolni, nem lehet félrebeszélni. Szeretsz-e engem? Kérdezi Jézus. És választ vár. Igen vagy nem. Jézus számára ez nem volt kérdés, hogy szerete bennünket. Amikor a Golgotára ment értünk. Mert elveszett állapotunk, az Isten nélküli állapotunk is egyértelmű válaszra várt, hogy mi legyen most. Nekünk pedig nem volt rá jó megoldásunk. Éppen ezért eljött Jézus, és a bűn kérdésére megadta az egyetlen lehetséges jó választ, a helyes feleletet, én majd elhordozom. Én majd vállalom a bűnnek és ítéletnek terhét. Engem érjen a büntetés, engem érjen az összetöretés, a többieké, az embereké pedig legyen a kegyelem. Én meghalok, hogy ők élhessenek. Ez volt Jézus válasza. A kereszt lett Jézus örök érvényű válasza a bűn kérdésére, ami után már nincs több kérdés, mert ő a mi megváltunk. És ma pedig ő kérdez bennünket, Jézus kérdez bennünket, szeretsz-e engem? Kell-e a kegyelem? Kell-e a megváltás? Akarod-e, hogy ezután én legyek a te Istened? Mint ahogy az ószövetségi Izrael népének ő az Istene. Szeretsz-e engem? És igénk 5. verse mutatja erre, adja erre a jó válasz lehetőségét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És itt nem is feltétlenül a kimondott szavakkal való válaszadásról van szó, hanem a szeretetünk a felelet, hitünk, engedelmességünk a szeretet Jézusnak a hívására. Itt vagyok, Uram, cselekedj irgalmat szerint. Legyünk hát készen a válaszadásra. És így jutunk el a harmadik ponthoz, az egymáshoz való kapcsolódás harmadik lépcsőjéhez, az érzelmi bevonódáshoz. Amikor nem csak létezünk egymás mellett, nem csak meghallom és válaszolok a másikra, hanem egy bensőséges érzelmi kapcsolatban vagyok, ami lényem lényegét jelenti, hogy benne vagyok teljes személyemmel a másikkal való kapcsolatban. Amikor ugye most két ember között, hogy tudom őt hosszan nézni, megérinteni, ugye egy házastársi viszonyban jelenik meg ez leginkább. Amikor egy különleges jelenlét van a másik számára, amit csak közeli, legközelebbi szeretteinknek adunk oda. És egy ilyen érzelmi bevonódásra hív az Isten is a vele való kapcsolatunkban. Mert ugye, amikor meghallom az ő szavát és válaszolok rá, az lehet egy ilyen pillanatnyi bevonódás az ő közelségében. Egy érzelmi feldobott állapot, egy érzelmi csúcspont, ami aztán lehet, hogy elmúlik. Isten viszont arra hív, hogy a vele való kapcsolat maradjon meg hosszú távon, folyamatosan, fenntartható módon. Amikor a tanítványa maradok. Nem csak megérint, hanem folyamatosan hordozhat, vezethet. És épp erre a hosszú távú kapcsolatra hívja Mózes is Istennek a népét. Azt mondja, maradjanak a szívedben azok az igék, melyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár utoljársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuira. Mindez ugye arról szól, hogy az Istennek az igéje, szava, uralma, az folyamatosan jelen legyen életünkben. Isten igéje legyen ott a szívünkben, legyen ott a szánkon, legyen ott a házunkban is. Olyan ez, mint amikor mondjuk kedves szeretteinknek a fényképe kint van mondjuk a falon, vagy egy szekrényen, éjjeli szekrényen. Az is azért, mert mondjuk
távol él tőlünk, és szeretnénk minden nap őt látni, hogy a közelünkben legyen. Vagy lehet, hogy közel van, de egy nagyon kedves pillanatot örökít meg, amit szeretnénk naponta felidézni. Vagy éppen azért van kinn a képe, mert szerettünk már nincsen közöttünk, és szeretnénk megőrizni emlékét, ezáltal is felidézni az ő kedves jelenlétét. És Isten is hasonló módon jelen lehet életünkben, hogy körbevesz bennünket, hogy elkísér bennünket, hogy jelen van a mindennapjainkban. És mi pedig nem csak ilyen pillanatnyi fellángolással kapcsolódunk ő hozzá, hanem folyamatosan, valódi érzelmi bevonódással. Amikor megélem, hogy nem csak vasárnap, hanem hétfőn, kedden is minden nap fontos számomra az Isten. Hogy nem csak a reggeli csendességben élem meg a keresztény hitemet, hanem délelőtt is, délben is, délután is, meg este is. Nem csak egy-egy ponton tekintek fel az Úrra, hanem szemem állandóan az Úrra néz, ahogy olvassuk az igében is. Érzelmileg bevonódok tehát a Jézussal való kapcsolatomba, nem csak időnként fellángolok iránta. Összefoglalva tehát mai üzenetünket, vizsgáljuk csak meg, vajon mennyire függ az én életem Istentől? Mennyire hagyatkozok rá? Mennyire vagyok először is elérhető az ő számára, hogyha szól, hogyha üzen nekem, vajon kicsöng-e az én lelki, hitbeli készülékem? Aztán mennyire vagyok válaszra készen, hogyha meghallom az ő igéjét, üzenetét, vajon tudok-e neki választ adni? Végül pedig milyen a vele való viszonyom, az egy tartós, hosszú távú viszony. Be tudok vonódni érzelmileg egész gondolkodásom, életem szempontjából. Olyan jó lenne, hogyha mindannyian tudnánk vállalni ezt a kötődést, ezt a mély és áldott Istentől való függőséget életünkben. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy itt a gyülekezet közösségében hallgathatjuk igédet, és tanulhatunk arról, hogy még közelebb és közelebb jöhetünk hozzád. Urunk, szeretnénk ma tényleg meghallani azt, amit üzensz nekünk igédben, és szeretnénk arra imádságos szívvel válaszolni is. Urunk, könyörgünk egyházadért, ajándékozz meg népedet az egyetértés és a békesség lelkével. Oltalmazd és erősítsd az evangélium követeit mindenütt a világban. Add szent lelked világosságát, egyházad minden tagjának. Részesíts bennünket a hit, a reménység és a szeretet ajándékában. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, kérünk, oltalmazd népedet minden bajtól és veszedelemtől. Tégy minket egymás őszinte lelki testvéreivé. Áld meg az irgalmasság szolgálatát a betegek, az ínségek szenvedők, a magukra hagyottak között. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk kegyelmi időért a világnak és önmagunknak. Segíts, hogy komolyan vegyük és engedelmesen kövessük akaratodat, hogy ne érjen bennünket készületlenül az ítélet és a számadás napja. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, imádkozunk még megfáradt, beteg és gyászoló testvéreinkért is. A testi bajokkal, a mulandósággal és a veszteség fájdalmával szemben csak nálad találunk erőt és menedéket. Nálad van, Urunk, a vigasztalás. Így gondolunk most imádságos szívvel előrement testvéreinkre is. Jézus Krisztus, halált győző, életet ajándékozó Úr, előrement testvéreinkre gondolunk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen te is sírtál barátod sírjánál. Emberé lettél, megérted fájdalmunkat és gyászunkat. Előtted nem kell szégyelni könnyeinket. Köszönjük, amit az elköltözöttekben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt jártak közöttünk, és egy ideig a mieink lehettek. Kérünk, enyhítsd fájdalmunkat, gyógyítsd lelkünk sebét, adj vigasztalást.
Őrizd meg attól, hogy úgy emlékezzünk rájuk, mint akinek nincsen reménysége. És amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törölj le minden könnyet, némíts el minden panaszt és jajszót. Urunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és vigasztalj meg minket. Hallgass meg, Urunk, és siess segítségünkre. Ments meg, áldj meg, és üdvözíts minket a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Folytatásban a kivetített énekkel készüljünk az úrvacsora vételre, gazdagok közt talán eltévedve, koldusként jöttem én. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által, aki újjáteremtő szeretetet tanulja a világban, hogy az új életben járva eljussunk az örök életre. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Ámen. Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták az utolsó vacsorán, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiétetek adatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemmel.
Hasonlóképpen miután megvacsoráltak, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyetok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiétetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát és feltámadását hirdetjük, még el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány Jézus Krisztus, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr békessége legyen velünk mindenkor. Köszöntjük egymást a békesség jelével. Legyen köztünk békesség. Legyen köztünk békesség. Legyen köztünk békesség. Legyen köztünk békesség. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ámen. Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához. Békesség néktek! Vedd és ett testvérem, ez Krisztus teste és vér. 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 Krisztus teste és vér, érted is adatott örök életedért. Ámen. Ez Krisztus teste és vér. Ez Krisztus teste és vér. Ámen. Krisztus Urunk teste és vér, és az ő áldása tartson meg titeket a hitben, a reménységben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Ámen. Thank you.
Edd és ett testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vére. Ez Krisztus úrunk teste és vére, mely értünk adatott. Az Úr Jézus áldjon meg és őrizzen meg. Amen. Ez Krisztus úrunk teste és vére, mely értünk adatott. Amen. Ez Krisztus úrunk teste és vére, mely értünk adatott. Ez Krisztus teste és vére, amely értünk adatott. Ez Krisztus teste és vére, amely értünk adatott. Az Úr Jézus Krisztus teste, vére és áldása tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Amen. Vedd és ett testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vére, mely értünk adatott a Golgotán. Ez Krisztus teste és vére, mely értem is adatott. Az Úr Jézus Krisztus teste és vére tartson meg az igaz hitben, a szeretetben, az örök életre, menj békével, az Úr Jézus veled van. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál igédben, és Krisztus úrunk testének, vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok szeretetéről. Akik megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel. Most pedig helyünkről fennállva fogadjuk Urunk áldását. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Erős várj, mi Istenünk!